Újra a 130 éves angsterorgona hangja tölti be a szekszárdi belvárosi templomot. Ez a hangszer 1890 óta része az épületnek, de ez idő alatt még nem történt rajta ilyen nagy helyreállítás. Hát azért 130 év alatt azért ez az orgona nagyon bepiszkolódott. Sajnos 30 évvel ezelőtt át is építették, ami nem volt egy szerencsés és sikeres átépítés, tehát műszakilag nem sikerült. Úgyhogy nagyon sok oka volt annak, hogy fel kellett újítani és restaurálni kellett. Mindenképpen egyébként egy orgonát kb. 15 évente így is úgy is igazán generáljavítani kell, de itt egy kicsit nagyobb munkára volt már szükség, egy óriási helyreállításra. A Pécsi Orgona Építő Manufaktúra végezte ezt a helyreállítást, teljesen szétszette az orgonát, tehát itt csak a két üres orgonaház maradt, a két nagyház, és a műhelyükben az utolsó csavarig és szelepig és szegig és mindenig szétszették. Azt egyesével ezeket az elemeket tisztították, javították, kiegészítették, pótolták, újra cserélték, és hát visszahozták most már pár hete, és itt ugye egy nagy munka volt még. Azt hiszem olyan 1600-1700 síp lehet az orgonában, és azt egyesével kellett beintonálni és hangolni, egyrészt egymáshoz, másrészt az angster szellemiséghez, harmadrészt a templom akusztikájához, tehát ez egy nagy munka. Az utolsó darab is helyére került. Budavári Attila, orgonakészítő mester, a projekt kivitelezője mesélte el stábunknak, mivel jár egy ilyen restaurálás. Hát egy ilyen restaurálás az teljesen a legapróbb részletekig, az összes alkatrész szétszerelése, megtisztítása, ennek alapján az elhasználódott, kopott vagy szúvas alkatrészeknek a konzerválása, szakszerű javítása, analógiák alapján való újrateremtése, tehát nem is restaurálás sokszor, hanem rekonstrukció. Mondjuk az angster orgonákat megnézve nagyon jól vannak egyrészt dokumentálva ezek a hangszerek levéltári szinten is, tehát ennek az orgonának az eredeti színes rajzai is megvannak a Baranya megyei levéltárba. Ezt ki is vettük már jó pár évvel ezelőtt, mikor ezen az orgonán csak javításokat végeztünk, mert akkor tisztában voltunk azzal a rajzok alapján, hogy volt ez eredetileg, hogy van a valóságban. Tehát mikor árajánlatot adtunk erre a restaurálásra, már akkor tudtuk, hogy mik azok a nagyobb eltérések, amiket most vissza kell alakítanunk. Tehát a restauráláson kívül azért volt egy csomó olyan alkatrész, amit rekonstruálni kellett, más hasonló korú angster orgonák alapján, eltűnt dolgok, és ezen belül meg igazából rendkívül pepecselő, aprólékos munka, több ezer órányi munka, talán 25-30 kollégám is részt vett ebbe, lehet, hogy 40-en is éppen időnként. Volt, hogy csak ketten-hárman dolgoztak ezen a hangszeren, de az apróságok, a bőrözések, az elkopott alkatrészeknek a visszapótlása, a szabályzása, a finomság, a mechanika, a szúvas sípok, az elszáradt, elvékonyodott szakadt bőr, minden volt ebbe a hangszerbe. Ez egy nagyon összetett munka, ami a fémsípok restaurálásával kezdődött, folytatódott a fasípok, az állag megóvásával és a nagyon-nagyon sok munkaórát igénylő letakarításával. Tehát némelyik sípot lehet mondani, hogy csak a festék tartott össze. Barnára mázoltak voltak a fasípok mind. Ebben az orgonában egyébként rendkívül sok a fasíp, tehát a normál orgonához eltérően itt nagyon-nagyon sok a fasíp. És miután az összes fasípról lekapartuk, leáztattuk a festéket, akkor láttuk igazából csak, hogy mivel állunk szembe. A projekt kezdete előtt körülbelül 6000 órára becsülték a felújítással töltött munkaidőt. Budavári Attila azonban azt mondta, jóval túllépték ezt az óraszámot. Nagyon kevés gépi munkát lehet belevonni egy ilyen régi hangszernek a felújításában, nem egy modern hangszer, ezért itt a CNC technológiának vagy mindenféle egyéb modern dolognak nincs helye. Itt tényleg az van, hogy a melegenyves ragasztásoknak a denaturációval való szétáztatása, beékelése, szétszedése, annak a lekaparása, hát egy kézi, tehát rengeteg forró víz, gőzölgő szintű forró víz, amivel a melegenyvet le lehet áztatni, hogy aztán vissza lehessen ragasztani majd megint melegenyvel. Mert a restaurálásnak ez is egy jellemzője, hogy az eredeti anyagokat, az eredeti ragasztás technikával kell visszahelyezni, hogy megint bontható legyen mondjuk 100 év múlva. Tehát itt melegenyves ragasztás, először annak az eltávolítása, később ugyanazzal a megjavított fával, egy csontenyvel való vissza alakítása. A restaurálásnál ez egy fő szempont, hogy a lehető legtöbb alkatrészt, amit csak lehet, és ami funkcionálisan még tudja majd az orgonát szolgálni, azt
restaurálni kell. Amit nem lehet, mert elkopott, vagy eltört, vagy teljesen hiányos, azt hasonló anyagból, hasonló módon, hasonló technikával kell pótolni és visszarakni. És olyan megoldásokat kell alkalmazni, hogy ha valaki 100 év múlva már jobbat tud majd, akkor tudjon mihez visszanyúlni. Azonban voltak olyan elemek, amelyeknek működését megsegíthették. Be kellett építenünk olyan apróságokat, amik eredetileg nem voltak, de olyanra kell csak gondolni, hogy 5 méter hosszan mennek ilyen 1 mm vastag jégkrémpálca, csak 5 méter hosszú, és azok, ahogy mozognak itt a padlóba, több száz méternyi van ebbe a hangszerbe, azok úgy akadnak, meg surlódnak. Azokat például cérnával felfüggesztettük, hogy finomabban, jobban tudjanak járni. Na most ez egy bármikor visszavonható lépés. Ezzel ez az orgona így ebben a cérnázásában, kis apró kis teherviselésben nem eredeti, de most jobban tud működni, mint ahogy eddig valaha működött. Tehát ilyen jellegű dolgokat a restaurálás megengedhet, de olyat, hogy rozsdamentes csavart alkalmazzunk, meg én jobbat tudok és beépítek ide vagy oda egy rétegelt lemezt, vagy modern anyagot, azt nem. A hangszerfelújítást a Pécsi Egyházmegye finanszírozta egy nyertes pályázatból, de ugyanebből a tenderből több minden is megújult a Tolnai megyeszékhely belvárosi templomában. A szekszárdi belvárosi templomon szintén több munka folyt. Egyrészt lezajlott egy korábban egy teljes külső felújítás. Azt követte a belső festés-restaurálás javítása. Tulajdonképpen az egész templomot beállványozták, és a korábbi tartószerkezeti megerősítésnek a nyomait, a repedéseket javították, és a teljes belső festett felületet tisztították. Párhuzamosan elkészül egy nagyon komoly hangosítási rendszer, ennek a finise van vissza, az alapszerelések, vezetékelés, minden megvan, és a hangszórók felakasztása, a vezérlés, hangolás van tulajdonképpen hátra. Ebből a forrásból folyt a most látható orgona felújítása is, és a kapcsolódó burkolatbontási munkák is ebből zajlottak, amik a hangosításhoz voltak szükségesek. Az orgona restaurálása több mint nettó 45 millió forintba került, tette hozzá az építész. A templom kántora is visszaülhetett végre a hangszeréhez. Minőségileg lesz jobb az, vagy lett jobb az, amiből eddig is gazdálkodtunk. Tehát, hogy ebbe a méretű templom, ez egy icipici orgona, viszont egy nagyon értékes orgona, mert ugye Angsternek az egyik legjobban éppen maradt nagy orgonája, ugye a Csonka Magyarország területén. És hát ez a minőség, ez tudott egy picit javulni, tudott megváltozni, kényelmesebb lesz rajta játszani. Visszakerültek olyan regiszterek, amik annak idején kikerültek belőle, kikerültek olyan regiszterek, amik a 90-es évek elején kerültek bele. Ez egy picit megváltozik, mondjuk azt, hogy visszaváltozik az orgona. Csodálatosan szól, a várakozáson felül. Ugyanis 24 regiszteres, tehát ugye így látványban ez 24 gombot jelent körülbelül, amit tudunk húzni, tehát ez az egyes sípsor lehetővé tétele, hogy megszólaljanak, és azért egy ekkora tér nagyobb orgonát kívánna. Sőt, Angster József maga írta annak idején egy levélben, hogy igazán ide 30 regiszteres orgona kellene, de hát megpróbál a 24-ből is ki, talán pénz kérdés volt, nem tudom, de hogy akkor a 24 regiszterből is megpróbál valamit kihozni. És most, hogy minden egymásra cseng, össze kapaszkodik a hang, valóban nagyszerűen szól. Tehát most nekem semmi hiányérzetem nincs, hogy ide 30 regiszter kéne. Ettől függetlenül idővel lehetne bővíteni a két szélen, nem a barokk orgonaházakat, hanem a karzat két szélén, de nekem most teljesen szépen szól, tökéletesen az orgona.